place I like to go. Sit by the night at the tall sunshine through the conifers weeping willow. It's the process of my life. It took its toll on me now. Make amends if too late or before. Smell of all the minor years. I'm sorry that I left you so much. I'm crying in my airplane seat. And when I'm tired and thinking home, it is this place where I belong. And through the world that I have roamed, I realized only one for me. It's my turn to see you, and I can't wait to feel you in my heart again, one more time. Budapest, my love. Budapest, my love. És itt is van velünk egyenesen Kaliforniából Téglász Zoli. Szia Zoli! Vagy esetleg második otthonodból, Veresegyházára jöttél? Hát máma Veresegyházból jöttem, igen. De ennyire szeretsz egyébként így ott lenni, hogy egyébként amikor itt vagy Magyarországon, akkor te ott vagy. Mindig Veresegyházon, igen. Igen, igen. Egyébként ez a klipben is megjelenik, ugye, mert Veresegyházon indul a klip, és utána érkezel Budapestre. Igen. Ez miért volt koncepció? Mindenképp meg akartad mutatni a te igazi szerelmedet, Veresegyházat? Hát igen, arról szólt az életem, hogy mindig vártunk, hogy visszajöjjünk Magyarországra, és a korai, mondjuk 8-kor szállt fel a gép, Frankfurt, Budapest, egyből futtunk ki, ott várt a család, jöttünk Veresegyházra, várt minket a nagymamám mindig káposztás tészta, házi tésztával, zabáltam gyorsan, futottunk a Feri bátyihoz, a nagybátyám, akinek volt egy kocsmája, ott ledobnak 3-4-10 a pálinkát, és akkor egyből vissza Budapestre, hogy estén itt tudunk lenni, bulizni, és hogy innen mindig a Lánchídon néztem, hogy jön fel a nap. So ez, hát ez ki van maxolva egy ilyen és nap. És ezekből az élményekből adódott, hogy írsz egy dalt Budapesthez? Igen, akartam mindig írni egy dalt, mert van az a New York, vagy I Love LA, és akartam írni egy dalt a Budapestről, hogy milyen klassz ez a város, mert bárhol a világon elmész, azt mondják, hogy Budapesten voltam, gyönyörű szép az a város, és a legszebb város a világon. És te nem tudtam mit írni, és azt mondom, hogy sok egyszer mondtam, hogy csak írd le az életemről egy kis részt, és tedd be a dalba, azt gondoltam. Szóval lejöttünk, és kezdtünk dolgozni ezen, a Szebényi Dani zongorázott rajta, a Lukács Peta gitározott rajta, nagyon szép lett. És nagyon hálás vagyok, hogy tudtam énekelni benne. Hát ez egy nagy megtiszteltetésért, ugyanis a torontói, illetve a washingtoni nagykövetség is megosztotta a Facebook oldalán ezt a dalt, illetve a videoklipet. Mit éreztél ekkor? Hát nagyon jó. Nagyon jó eset, hogy ennyi embernek oda jutott ez a videó, szerették. Mert nagyon sokan látták ezt a videót, és sok emberektől hallottam, hogy nagyon tetszett nekik, hogy ilyen liba bőr jött ki a karukon, amikor hallgatták, és sok ember azt mondta, hogy bekönnyezett a szeme, és az nagyon sokat jelent nekem, mert mindig az a vágyom, hogy tudok valamit írni a magyar embereknek, az a nekem a legfontosabb a világon, hogy Magyarországon tudok hozni valami jót. És ez nagyon jó lett ez a szám, hál' Istennek.
És most néztem a klipet, és nem voltam tisztában avval, hogy az új bandád milyen felállásban áll mögötted, de hogy szuper zenészeket szereztél magad mögött. Na, a legjobb tehát, magyar szerv. Abszolút. Tehát, hogy a billentyűstől a gitárosig tényleg a first class-ban hát tudtad összekapni. Sokszor játszok a színpadon, és a Dani úgy játszik zongorát hátul, és akkor mellettem a Peter úgy gitározik, hogy nem is tudom hol vagyok. Elfelejtem a dalszöveget, mert nézem, hogy játszik a gitárt a srácok. Wow, that's great, oh my god! És, oh, vaj, bocsánat, énekelni kell nekem. Elképesztő egyébként, hogy egy ennyire nagy zenész, mint te itt tud rajongani másik zenészekért, és esetleg le is tud fagyni attól, hogy így nézi, hogy mennyire jól zenélnek. Most egy picit kanyarodjunk el a zenétől egy pillanatra, hogy neked van egy missziód, ami egy-két napja tart, hogy Veresegyházon nagyon vágják a fákat, és szeretnéd megmenteni a fákat. Igen. És az nagyon közel van a szívemhöz a fák, mert az ők nagypapám ültette a fákat Veresegyházon, és rengeteg információ van a Zoli Band Facebookon, szóval rámész a Zoli Band Facebookra, akkor lehet olvasni, és videók vannak, hogy mit csinálunk, és hogy küzdünk a fákért, mert nekem az a 100 éves fák, azok a hősünk Veresegyházon, és nagyon-nagyon kell maradni őket, nagyon kell védeni őket, és vigyázni rájuk. Abszolút. Mert hogy kivágni egy óra, nem, de szóval aztán újra növeszteni, az pedig évtizedek. Igen. Egyébként tele van ma veled a Petőfi TV, ugyanis az adásunk után a kulisszák mögött az A38 hajón a Zoli Bandnek a márciusi lemezbemutató koncertjét láthatják majd a nézők, viszont kíváncsi lennék, hogy egyébként itt Magyarországon még mikor láthatunk téged. Még egyszer? Hát mikor játszunk Magyarországon? Igen. Mert azt én tudom, hogy mikor láthatunk téged legközelebb. Bármi hívjál, és itt leszek. Ja nem, én most arra gondoltam, hogy július 29-én viszont az akusztikba láthatják a Zoli Bandet, tehát hogy igen. Ott is találkoztatunk majd veled, de ha élőbe szeretnénk látni. Élőbe az a Székesfehérváron lesz Ignite koncert, a Fezzing Fesztiválon. Igen, és már este lesz a akusztik koncert itt, lenyomják a televízióban, nem? Ma márciusi lemezbemutató. Ma az A38 a Zoli Band lemezbemutatója a kulisszák mögött, okay. És aztán pedig július 29-én nézhetik meg a nézők az akusztik koncertedet, ami szintén ugye itt volt az A38. Lesz itt Zoli Band bőven, viszont akkor lenne igazán sok, hogyha esetleg jelentkeznél egy még újabb klippel. Mikor várhatunk új klippet a Zoli Bandtől? Most fogjuk kezdeni a másik klippet csinálni. A Mi Haszna Film csoport, ezek a srácok, a magyar srácok, akik csinálták ezt a Budapest My Love klipek, nagyon profik, Mi Haszna Film, az a neve, és velük fogunk egy újat csinálni, de annyi kérnek, hogy dolgozzanak, mert olyan profin videókat csinálnak, hogy kicsit várni kell, hogy én azt hiszem, egy hónap múlva kezdjük a másikot. Hát akkor jó munkát hozzál, köszönöm legyen szépen. Ilyen jó. Nagyon várjuk, és nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Nem kell sokat a nézőknek Zoli nélkül tölteni időt a képernyő előtt, mert ahogy említettük, hamarosan a kulisszák mögött az A38 hajó című műsorunkban a Zoliben márciusi lemezbemutatóját láthatjátok. Köszönjük szépen. Én köszönöm szépen.